Petőfi Sándor naplójából. Korán reggel az ifja kávéházába siettem. Az úton Vasvári Pállal találkoztam, mondtam neki, hogy menjen Jókaihoz, és ott várjanak meg együtt engemet. A kávéházban még csak néhány fiatal ember volt. Bujoszki Gyulát meghívtam Jókaihoz, a többieknek meghagytam, hogy az érkezőket tartsák itt, míg vissza nem jövünk. Hazamenvén előadtam szándékomat a sajtó rögtöni fölszabadításáról. Társaim beleegyeztek. Bujovszki és Jókai proklamációt szerkesztettek. Vasvári az én botommal hadonászott, nem tudva, hogy szurony van benne. Egyszerre kiröpült a szurony egyenesen Bécs felé, anélkül, hogy valamelyikünket megsértett volna. Jó jel! Kiáltánk föl egy Amint a proklamáció elkészült, és induló félben voltunk, azt kérdém, micsoda nap van ma? Szerda felelt az egyik. Szerencsés nap mondám szerdán házasodtam meg. Lelkesedéssel és a sors iránti bizalommal mentünk vissza a kávéházba, mely már tele volt ifjakkal. Jókai a proklamációt olvasta föl, én nemzeti dalomat szavaltam el. Mindkettőt riadó tetszéssel fogadták. A kávéházban azt határoztuk, hogy sorra járjuk az egyetemi ifjúságot. Először az orvosokhoz mentünk. Szakadt az eső, amint az utcára léptünk, és ez egész késő estig tartott, de a lelkesedés olyan, mint a görög a víz nem oldhatja el. Az Orvosi Egyetem udvarában ismét fölolvasta a Jókai a proklamációt, és én elmondtam a nemzeti dalt. Innen a mérnökökhöz, ezektől a szemináriumba, a jogászokhoz vonult a számban és lelkesedésben egyaránt percenként növekedő sereg. A szeminárium csarnokában elénk állott egy professzor, és azt mondta, Urak, a törvény nevében többi szavait elnyelte a sokaság mennydörgő kiáltása, és a tisztelt tanár többé nem juthatván szóhoz, szépen elkotródott. A jogászok rohantak ki az utcára, hogy velünk egyesüljenek. Közülük vidács emelt szót. Jókai ismét felolvasta a proklamációt, csak tizenkét pontot, és én velem elszavaltatták a nemzeti dal. A refrémben előjövő esküszünköt mindannyiszor visszaharsogta az egész sereg, mely a téren állt. Most menjünk egy cenzorhoz, és vele írassuk alá a proklamációt és a nemzeti dalt, kiáltott valaki. Cenzorhoz nem megyünk, feleltem. Nem ismerünk több és semmi cenzort. El, egyenesen a nyomdába. Minnyáján beleegyeztek és követtek. Landerer nyomdája volt legközelebb hozzánk, oda mentünk. Jókait, Vasvárit, Vidácsot és engem kineveztek küldötteknek, hogy a sajtót lefoglaljuk. Megtettük ezt a nép nevében és a tizenkét pontot és a nemzeti dalt rögtön nyomni kezdték. Délfelé elkészültek a nyomtatványok, és ezrenként osztattak szét a nép között, mely azokat részeg örömmel kapkodta. Délután három órára gyűlést hirdettünk a múzeum terére, és a sokaság elaszlott. A szakadó eső dacára mintegy tízezer ember gyűlt a múzeum elé, ahonnan a városházához mentünk, hogy a 12 pontot magukének vallják a polgárok is, és velünk egyesüljenek. A tanácsterem megtelt néppel. Rövid tanácskozás után a polgárság nevében aláírta a polgármester a 12 pontot, és a kint álló sokaságnak az ablakból lemutatta. Óriási lelkesedés tört ki. Budára, Budára, helytartó tanácshoz! Nyittassuk meg Táncsics börtönét, Budára! Ezek voltak a nép leginkább és legtöbbször hallható kiáltásai. Válaszmány ment fel Budára a helytartó tanácshoz, legalább húszezer ember, ember kíséretében. Előadták kívánataikat. A nagyméltóságú helytartó tanács sápat volt és reszketni méltóztatott, és öt percnyi tanácskozás után mindenbe beleegyezett. A cenzúra eltöröltetett. Táncsics börtön ajtaja megnyílt. A rabírót diadallal hozta át a töménytelen sokaság Pestre. Ez volt március 15-e. Eredményei olyanok, melyek e napot örökre nevezetessé teszik a magyar történetben. Pest, március 17, 1848.